Köszöntjük nézőinket! Önök a hírhozót látják. Következik adásunk tartalma néhány mondatban. Hungaroszpa ünnepi évzáró. 11. Auron nemzetközi képzőművészeti alkotótábor munkáiból nyílt kiállítás december 7-én a Művelődési Központban. Hagyományos écvetélkedő a Kulturális Központban. 90. születésnapján köszöntötte Hajdúszoboszlóváros önkormányzata december 7-én Vas Albertné Rózsika nénit. Mikulás ünnepséget tartottak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál. Felobbant a második adventi gyertyalángja is. Ahogy már megszokhatták, karácsonyhoz közeledve fenyőfa kínálatról és karácsonyi dekorációról kérdeztük a szakembereket. Eredményesek voltak az úszók Békés Csabán. Szvitacs Alexandra újabb sikere. Rendőrségi hírek. Adásunkat a második adventi gyertyagyújtás hosszabb összeállításával zárjuk. Következő percekben tekintsék meg rövid híreinket. December 8-án vasárnap a déli órákban a Madách Imre utcában egy lakásban a szénmonoxid érzékelő riasztotta az ott lakókat a veszélyre. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre, ahol műszerek segítségével kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A mentőszolgálat munkatársai két főt szállítottak a helyszínről kórházba további vizsgálatok céljából. December 8-án vasárnap este sajnos halálos baleset történt. Püspökladány határában a 4-es számú főúton eddig tisztázatlan körülmények között egy kerékpáros és egy személygépkocsi ütközött össze. A baleset során az 55 éves férfi kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A műszaki mentés és a helyszínelés időtartamára teljes útzárat rendeltek el a hatóság munkatársai. A baleset körülményeit a Hajdú-Bihar megyei rendőrkapitányság vizsgálja. December 12-én ülésezett városunk képviselőtestülete, 30 napi rendi ponttal, ezt követően pedig közmeghallgatással. A teljes testületi ülést, illetve az azt követő közmeghallgatást vasárnapi magazinunkban láthatják majd. December 10-én Vida Lajosról emlékeztek. A város díszpolgára, pedagógus, népművelő, szerkesztő, irodalom és helytörténész az emlékek feltárásában és megörökítésében végzett irodalmi munkásságának eredményeképpen maradandót alkotott. Az emlékére megtartott felolvasó esten teltház volt az eseményről, jövő héten számolunk majd be. Családi baráti mikulásozást tartottak az Alhambra étteremben. Született egy kisfiunk, és szerettük volna így a barátokat és a barátok gyerekeinek ezt a kis eseményt megrendezni. Úgy gondoltuk, hogy először egy ilyen kisebb csapatnak csinálunk egy ilyen mikulásbulit, és így már negyedik alkalommal vagyunk itt közösen, és ez a csapat olyan szépen kiteljesedett, hogy már sajnos ki is nőttük ezt a helyet, úgyhogy lehet, hogy jövőre már kettőt kell szervezni. Milyen program várható? Először megvacsorázunk, utána éneklünk egy kicsit a Mikulásnak, várjuk őt nagy-nagy szeretettel, utána pedig a Mikulással és a Manukkal közösen fogunk táncolni. Milyenek voltak az eddig évek visszajelzései? Hát én azt gondolom, hogy a visszajelzések nagyon jók, mert szinte nincs olyan család, aki ne tért volna vissza másodjára, harmadjára, negyedjére, és folyamatosan ugye bővül a csapat. A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub karácsonyi ünnepséget tartott december 11-én a Bocskai Rendezvényközpontban.
Az ünnepségen díszoklevelet adtak át azoknak, akik több évtizede léptek a pedagógus pályára. Az eseményről jövő heti adásunkban számolunk be részletesen. Tradicionális ünnepi évzáró rendezvényt tartott a Hungaroszpa ZRT. Ez alkalommal azonban Ceglédi Gyula, mármint a Hajdúszoboszlóváros polgármestere köszöntötte az eseményen megjelenteket. Meglepetéssel készültek a fűrő dolgozói és az új háromtagú igazgatói tanács, amit polgármesterünk, a volt vezérigazgató meghatódva vett át. Idén is megtartották a Hungaroszpa bált az Árpád uszodában. Elismeréseket adtak át több dolgozónak, később pedig a vacsora és a tánc következett. Ebben az évben is rengeteg turista jött el a komplexumba pihenni, kikapcsolódni. Ehhez elengedhetetlen a dolgozók munkája egész évben. Az idei volt az első olyan bál, ahol Ceglédi Gyula, a fürdő korábbi vezérigazgatója már polgármesterként volt jelen. Ezt Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár is kiemelte. Egy olyan embert köszöntünk polgármesterként, aki eddig is önök közé tartozott, és én hiszem, hogy ezután is önök közé fog tartozni. Nyilvánvalóan, ha valaki ismerte polgármester úr munkáját az elmúlt időszakban, önök azok közé tartoznak, és hát most már a város is úgy gondolja, hogy erre a tehetségre, szorgalomra, nyitottságra a városnak is szüksége van. Mondjuk úgy, kölcsön adjuk, de figyeljen ránk is, ugye, kedves fürdős kollégák, ez talán lehet mindenképpen egy motiváció számunkra is, és polgármester úr számára is. Nos, hát valóban évzáró rendezvény jött el, ismételtem, és hát egy nagyon fontos időszak ez, úgy a fürdő, mint a város életében. Persze általában mindig ezt mondjuk minden év kapcsán, hiszen mindig találunk valami olyan apropót, olyan feladatot, amire azt mondjuk, hogy ilyen még nem volt, és tenni kell a dolgunkat. Hát most talán a különlegesség az, hogy párhuzamos fejlesztés indulhat meg hasonló gondolatok mentén, úgy a fürdő, mint a város vonatkozásában, és én híve vagyok annak, sőt nagy barátja, hogyha az erőnket összeadjuk, akkor mindig előrébb jutunk. 24. alkalommal tartották meg a bált az uszoda előterében. A megnyitó során őt követte Ceglédi Gyula polgármester úr, aki visszatekintett az elmúlt évekre. Sokféle gondolat keveredett a fejemben, amikor jöttünk ide, és nagyon nehéz kifejezni azokat a gondolatokat szavakban, hiszen a 1995-ös év, ami még az ezredforduló előtt volt jóval, az nagyon régen volt, amikor annak tavaszán én is úgy kerültem ide a céghez, akkori elnökként, mint ahogy most Zajdó doktor úr itt van, hiszen akkor egy elég zűrös időszaka volt a társaságnak, és az volt a feladat, hogy valahogy rendbe kell szedni, elindítani a fejlesztéseket, és hát egy virágzó céget csinálni belőle, olyan, amely a város szempontjából azt a turisztikai küldetést betölti, amelyre predesztinált, és hát az ebben foglalkoztatott dolgozók is lehetőleg jól érezzék magukat, és minél jobb körülményeket, minél jobb fizetéseket tudjunk teremteni. Ez egy hosszú, nehéz küzdelem volt. Emlékszem még az elejére, amikor a gyógyfürdő szomszédságában a karbantartó műhely és a mosoda volt ott a sarkon, ahol most épp a gyógyfürdő bejárata van, és sorolhatnám még ezeket a kezdeti időszakból az emlékeket. Még vannak néhányan, ha így végignézek az arcokon, akik abban az időszakban is már itt dolgoztak, és tették a dolgukat akkor is, amikor a 90-es évek vége felé úgy döntöttünk, akkor is kicsi segítség mindig volt, hogy a gyógyfürdőt felújítjuk, anélkül, hogy megállnánk a szolgáltatásokkal. Mint mondta, az elmúlt 24 évből ez volt a legkritikusabb időszak. Ennek túléléséhez kellett az is, hogy a vendégek megértsék, mindez értük történik. Az elmúlt majdnem 2,5 évtized arra is jó volt, hogy a város turizmusa kiemelkedjen abból a kisvárosi millióból, amiben volt, és ma büszkén ki lehet jelenteni, hogy ezen a területen a Hungaroszpa ZRT többek között a kínálatok szélességében és minőségében listavezető. Igen, nehéz körülmények között kezdte a menedzsment 1995-ben a munkáját, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy ennek a munkának a részese lehettem. A fejlődésnek, amely ebben a
közel 25 évben lezajlott. Minden esetre a vállalatnak a dolgozói voltak az alapkövei. Önök nélkül ez a fejlődés nem mehetett volna végbe, és nem tarthatna ott jelenleg ez a fürdő, hogy Európa egyik legnagyobb komplexumának tekinthető. Meg kell mondanunk, hogy annak idején igaz, hogy az egyik legnagyobb standdal működött, és az egyik legjobb, az országban a legjobb, egyik legjobb gyógyászattal, azonban ez a rendkívüli fejlődés azt hiszem, hogy példátlan nem csak magyarországi, hanem európai szinten is. Ez bizonyítja az is, hogy legutóbb már nem egy magyarországi díjat kapott a hajdúszoboszlói gyógyfürdő, hanem egy külföldi díjat vehettem át, amely igazolja, hogy nem csak belföldön bír jelentős potenciállal a vállalat, hanem már külföldön is. A megnyitót követően elismeréseket adtak át azon dolgozóknak, akik már több éve a fürdő szolgálatában állnak, valamint azoknak, akik rendszeres véradók, és idén már 25-30-szoros vagy többszörös véradókká váltak. Ezt követően Ceglédi Gyula a polgármester úr köszöntése következett. Úgy gondolom, hogy a teljes kollektíva nevében ezt a szerény ajándékot szeretnénk átnyújtani. Ezt követte a vacsora, így telt az idei Hungaroszpa bál elismerésekkel, visszaemlékezéssel, jó hangulatban, jó társaságban. Hajdúszoboszló mindig kiemelt figyelmet fordított a különböző desztinációkkal való kapcsolatépítésre. Dr. Ináncsi Miklós is felkarolta, ápolta az ukrán-magyar kapcsolatot. Ennek köszönhetően idén már 11. alkalommal tarthatta meg a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábort. Tradicionális kiállítás megnyitóra kerülhetett sor december 7-én a Művelődési Központban dr. Ináncsi Miklós kitartó munkájának köszönhetően. Immár 11. alkalommal tarthatták meg az Aurum Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábort, ahol az ukrán-magyar barátságnak és dr. Ináncsi Miklósnak, az alkotótábor megálmodójának, mecénásának köszönhetően ismét számos csodás alkotás született. A kiállításon megjelenteket a Művelődési Központ igazgatóasszonya Berényiné Széla Ilona köszöntötte, aki hangsúlyozta, az együttműködés az intézmény számára is nagy öröm, még nagyobb megtiszteltetés. A megnyitón köszöntő beszédet mondott Majoros Petronella, a Hajdúszoboszló város alpolgármester asszonya. Advent időszakában, amikor szívünk is ünnepi ruhát ölt, és arra vágyik, hogy befogadja a szépet, a jóságot, az emberi érzéseket, különösen fontos helye van az alkotó munkában megjelenő művészi értékeknek. Ez a kiállítás határokat nyit meg. Nem csak földrajzi értelemben, hanem emberi és szellemi síkon is. Az összetartozás, a befogadás iránti vágy fontos lelki tápláléka mai kor emberének. Különösen fontos ez egy olyan városban, mint Hajdúszoboszló, ahol a víz gyógyító hatása mellett kiemelt helye van a kulturális töltekezésnek is. Éppen ezért hálás köszönetemet fejezem ki a művészeknek, hogy városunkat választották 11. alkalommal is alkotó táboruk helyszínének. Mi a gyógyvízzel és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal és szíves vendéglátásunkkal tudunk köszönetet mondani az irántunk nyújtott érdeklődésért. A sokszínűség jellemzi ezt a kiállítást. A képek lenyűgözőek, bár én nem vagyok szakértő, de tudom, hogy a kiállított művek magas művészi értéket képviselnek. Nepop Lyubov, ukrajna-magyarországi nagykövet asszonya is örömét fejezte ki, hogy ismét jelen lehet, és hogy ilyen gyümölcsöző a kapcsolat már hosszú évek óta.
Milyen szálak kötik ehhez az alkotótáborhoz? Jó napot kívánok! Tényleg igaza van, hogy most 11. alkalommal rendezünk itt Hajdúszoboszlón egy olyan művészeti tábor, amelyikben az ukrán művészek részt vesznek, és amelyik után szokás szerint már mindig a kiállítást is csinálnak. Nekem megtiszteltetés, hogy itt lehetek, amennyiben két szempontból. Az első, mert ez az év egy szimbolikus év, nem csak 11. alkalommal rendezik ezt a kiállítást, de Ukrajna 100 éves évfordulóját ünnepli az Ukrán Népi Köztársaság diplomáciai missziónak megnyitásának itt Magyarországon, Budapesten, és 100 éves az ukrán kulturális diplomácia is. Kulturális diplomácia természetesen a kultúráról szól, és kultúra gondolom, hogy ez egyik olyan dolog, amelyik legjobban összeköti a népeket is. Más dolog, amennyiben Hajdúszoboszló is számomra nagyon szimbolikus hely, amennyiben itt művészet, amelyik nem csak művészetet mutatja, de talán önök is emlékezik, hogy már több éve itt Hajdúszoboszlón az ukrán katonák, amelyik keleten az orosz agresszió ellen harcolnak, ugyanúgy művészeti art rehabilitációt kapnak itt Hajdúszoboszlón. Ezért ez a két alkalmam, amelyikhez a szívem is köt ehhez a városhoz, és én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Remélem, hogy az embereknek fog tetszeni, és hogy még közelebb kerülünk egymáshoz, ukránok meg magyarok. Fontosnak tartja az e-fajta kapcsolatépítést? Természetesen, mert gondolom, hogy mi azt akarunk, hogy politikai kapcsolatok jól legyenek, ezek nagyon fontosak, hogy az emberi kapcsolatokon alapuljanak. És az emberi kapcsolatok ápolásának fontos eleme ez a művészet, amelyik úgy volt, és így most is lesz, tovább is lesz, amennyiben ez egy dolog, amelyik a szívtől szívhez beszél, és azért nagyon segít a kapcsolatok felépítésében. Nem tudom, mióta követi nyomon ezt az alkotótábort? Azóta, mióta ez a tábor létezik, elnézést, de őszintén most először lehetőségem van ide is jönni erre a megnyitásra, úgyhogy örülök, hogy most ennek is része lehetek maga azoknak a semények is. Andrej Cserbikin, az Ukrán Művészeti Akadémia elnöke, szintén a fennálló kapcsolatot méltatta, továbbá elmondta ő is, hogy nagyon örül, hogy évről évre városunk vendégei lehetnek. Az Ináncsi család felé minden jelenlévő tiszteletét fejezte ki, hogy létrehozta, felkarolta, életben tartja a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábort. 11. alkalommal tartottak alkotótábort, és hát Ináncsi úr, ennek az alkotótábornak mecénása, alapítója. Mi az, ami az elmúlt években változott, más lett, hiszen 11. tábor és az első tábor között rengeteg idő telt el? Ez igaz, hogy sok idő telt el, de az emberek, művészek azok maradtak, én is, csak egy kicsit már öregedtem, meg ők is, de nagyon örülünk, ha évente tudunk találkozni, és tudnak alkotni, és ez hosszú távú kapcsolat, mert ez nem baráti alapon, hanem művészi alapon és együttérzéssel, és a művész után kialakult a baráti kapcsolat is, úgyhogy nagyon jól érezzük egymásra magunkat, és örömmel találkozunk. Hogyan változott a létszám, illetve ugyanazok az alkotók térnek vissza, vagy bővül a csapat mindig? Hát nem mindig ugyanazok az alkotók, mert sajnos a Micska Zoli barátom is például, aki Munkácsi, egyik nagyon híres festőművész, ott már meghalt. És vannak, akik így leforgácsolódnak egészségi okok miatt, de akkor ők mindig szereznek be egy másikat, hozzák magukkal, de nem nagy a változás. Nagy része az itt volt már ezelőtt 11 évvel is, és így nagyon jól érzünk magunkat, meg hogy legyenek is egy megfelelő létszám, legalább 10-15 fő legyen. Szoktak-e jelentkezni ezekre a táborokra, vagy mi alapján kerül kiválasztás, hogy ki az, aki jöhet az alkotótáborba? Hát ezt a Cserbikin úr mindig ő állítja össze, meg Andrej Bokotej, aki a Lembergi Egyetemnek volt a rektor, csak most nem tudott eljönni, mert az öccse 75 éves, és az Németország vagy Angliába ér, és ment ki a születésnapját ünnepelni, mert ugye nem tudja, hogy még egyszer tud-e majd arra kifelé menni. De ők ketten szervezik ezt, ő perfekt beszél magyarul is, neki az apja, a Bokotej úrnak a Kárpát-medencei főapát volt régen, de ő is már 80 éven felül van. Jelenleg hány alkotás került kiállításra, illetve most hány alkotó volt a táborban? Hát most összesen cakli-pakli voltak 13-an, ebből kb. 10-11 volt alkotó, a többi az kísérő, mint feleség, hogy jól alkosson a férje. De hát most olyan 34 körül van itt az alkotások.
A téma adott, vagy valami köré épül minden évben? Nem, ők maguk tanálják ki, nincsen meghatározva, hogy milyen téma legyen, amit ők jónak látnak. Technika tekintetében is maguk találják ki, hogy mivel, hogyan fognak dolgozni? Igen, ők tanálják ki mindig. Úgyhogy itt történik bevásárlás Debrecenben, festékboltban, meg van már, aki keretez, meg mindenki. Itt már Márkus úr, az igazgatóm, az tudja pontosan, hogy mikor hova kell vinni, hogy összeszedjék az alapot, és akkor itt egy helyiség ki van jelölve, és ott alkotnak. Milyen időtartamú egy ilyen tábor? Hát ez 9-10 napos. Most 29-én jöttek, és most 8-án mennek. A hagyomány folytatódik gondolom jövőre is, és még a következő 10 évben is, tehát jöhetünk a 20-ra is. Hát én azt szeretném mondani, hogy 30 év múlva is így köszöntsön engem, meg így interjút tudjak itt adni, és akkor minden rendben lesz. Az AIDS egy olyan betegség, amit még mindig nem sikerült megállítani. A WHO kezdeményezésére 1988 óta minden évben december 1-je ennek világnapja. Fontos, hogy beszéljünk a tünetekről, a megelőzésről pedig főleg a középiskolásokkal kell beszélni. Ezért is tart minden évben AIDS vetélkedőt a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Ötséget semmilyen módon nem lehet kimutatni. Az ENSZ AIDS ellenes programjának eredeti 2014-ben meghatározott célkitűzése az volt, hogy 2030-ig megakadályozzák a HIV vírus terjedését. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár életében már hagyomány, hogy a világnap alkalmából vetélkedőt szerveznek középiskolások részére. Ezzel is hangsúlyozva azt, hogy ennek a korosztálynak tisztában kell lennie azzal, hogy mit is jelent az AIDS. Ez egy betűszó. Szerzett immunhiányos szindróma, a magyar fordítás gyakorlatilag röviden. Melyik korosztályt érinti? Nyilván a szexuálisan aktív korosztály a leginkább érintett benne, de hát vannak, akik ettől függetlenül is megkapotják, azért anyáról magzatra is terjedhet ez a vírus, tehát azért ők is érintettek, és hát nyilván egy speciális populációt jelent az intravénás drogjelvezők csapata. Hogyan lehet elkerülni ezt a betegséget? Hát a legbiztonságosabb módszer a biztonságos szex. Ez a legfontosabb. Nyilván sok egyéb tényező is van, azért alapvetően felvilágosítás, és erre jó példa ez a mai vetélkedő. De hát vannak már egyéb módszerek is. Külföldön már a homoszexuálisok körében elfogadott a megelőző gyógyszerszedés, a PrEP fogalma. Magyarországon még csak ismerkedünk ezzel a kérdéssel, de nálunk is elérhető már ez. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megelőzésre a HIV betegségben szenvedő szexuális partnere megelőzésre gyógyszert szedhet. Keresztrejtvénnyel, igaz-hamis állításokkal, villámkérdésekkel, információs játékkal és más feladatokkal mérték fel a csapatok tudását a témában, írásban és szóban egyaránt. Nem csak az AIDS megelőzéséből kellett felkészülniük, vagy például abból, hogy milyen úton terjed, hanem a történeti hátteréről is. Hát valószínűleg ez a majmokról került az ember, az 1920-as években. Az első beteget az 50-es években azonosították, de retrospektíve igazán a vírus felfedezése az 1981-ben történt. A diákok felkészülésük során sok új ismerettel gazdagodtak. Amellett, hogy felkészültek a versenyre, elmélyültek a betegség tudnivalóiban. Ők itt nem csak információt kaphatnak, hanem adhatnak is egymásnak. Mit kell csináljunk, hogy elkerüljük a betegséget? Nagyon fontos, mondom, az ismeretek felhasználása mellett, főleg az érintett populációkban a szűrés. Itt ugye elsősorban a homoszexuális populációkat kell érteni. Magyarországon, hál' Istennek, ez a betegség olyan méreteket, olyan súlyos méreteket, mint mondjuk Európában vagy akár Afrikában nem ölt, de azért nálunk is vannak betegek. A diákok teljesítményét szakmai zsűri értékelte, köztük dr. Varga Tamás, a járóbetegellátó centrum igazgató főorvosa. Ez a korosztály mennyire van tisztában ezzel a betegséggel? Sajnos nem nagyon, de ez nem csak erről a korosztályról mondható el, hanem a többi korosztályról is. Nem nagyon vagyunk tisztában vele, hogy ez a betegség mit jelent. Én nem akarok a szakmába most belemenni, mert arról nemrégen egy nálam sokkal autentikusabb illető elmondta, amit kellett ugye tudni. Nagyon-nagyon nem tudjuk ennek a betegségnek a lényegét, nagyon nem tudjuk a védekezésnek a módját, és nagyon nem tudjuk azt, hogy micsoda veszélyeket rejt magába. Egyrészt a hosszú lappangási idő, másrészt pedig az, hogy nem gyógyítható,
de aki megfertőződött, annak az életminőség azért elviselhetővé tehető. Ezeknek a versenyeknek az a lényege, hogy a fiatalokkal megismertessük azt, hogy mire kell vigyázni, mikre kell odafigyelni, milyen jelei vannak a betegségnek, és egyáltalán magát a megfertőződést hogyan kerülhetik el. 1988 óta minden évben december 1-je az AIDS világnapja. Fokozatosan sikerül visszaszorítani ezt a betegséget. 1988 óta a WHO döntése alapján minden év december 1-je az AIDS világnapja. Ilyenkor vetélkedőket rendeznek, felvonulásokat rendeznek, vagy esetleg láthatták a kedves nézők azt is, hogy a Lánchidat vörös színnel kivilágították Budapesten, ez is abból az alkalomból volt, hogy december 1-je az AIDS világnapja. Megpróbáljuk ezzel is fölhívni a figyelmet erre, a sajnos korunkban még nagyon-nagyon-nagyon veszélyes betegségre. Mennyire van jelen Magyarországon? Sajnos azt kell mondani, hogy jelen van. Úgy tudom, hogy 230 körül volt az elmúlt évben az új HIV pozitív felfedezettek száma, és statisztikák azt mutatják, hogy 3-4 ezerre tehető az a szám, aki Magyarországon HIV pozitívnak minősíthető. Na most sajnos az a baj, hogy nem tudjuk, hogy hány van, mert nagyon sokan nem mennek el szűrésre, holott ma már olyan szűrővizsgálatok vannak, amik 20 perc alatt kimutatják azt, ha valaki fertőzött, és ez Budapesten meg a megyeszékhelyeken már elérhető. Nem mennek el szűrővizsgálatra, pedig vannak olyan csoportok, akiknek minden évben legalább egyszer el kellene menni. El kellene menni a homoszexuális, tehát meleg férfiaknak, el kellene menni a rendszeres droghasználóknak, akik ugye tűvel szurkálják magukat, illetve el kellene menni azoknak a szexmunkásoknak, úgy hívjuk őket, hogy szexmunkások, akik abból élnek, hogy a promiszkuitás szintjén létesítenek nemi kapcsolatot sokszor számukra ismeretlen emberekkel. Ezek a rizikócsoportok, addig, amíg ezek nem járnak el rendszeresen szűrővizsgálatra, addig én úgy gondolom áttörés nem is nagyon várható. Dr. Varga Tamás már nem először vállalta el a zsűrizési feladatokat, és bizakodva várta a verseny kezdetét. Ettől a mai vetélkedőtől egyrészt azt várom, hogy a gyerekek nagyon jól szerepelnek, mert nagyon szépen felszoktak készülni ezekre a versenyekre. Köszönjük külön a fölkészítő nevelőknek, pedagógusoknak is, hogy ennyire komolyan veszik ezt a versenyt. Másik pedig azt, hogy ezek a fiatalok ezután ennek a betegségnek a nagykövetei lesznek, és majd baráti körben, társaságban, vagy otthon, vagy az osztályban elmondják, hogy mi is ennek a betegségnek a jelentősége, és hogy mennyire fontos a szűrővizsgálatnak az elvégeztetése. Első helyen végzett a Szépernő kollégium csapata, második helyen végzett a Hőgyes Endre gimnázium 10. évfolyamos tanulóinak csapata, és harmadik lett a BSC közgazdasági szakgimnáziumának 10. A-osztályos tanulói. 90. születésnapján köszöntötte Hajdúszoboszlóváros önkormányzata nevében december 7-én Vas Albertné Szabó Rózát a körzet képviselője, Török Péter Endre és Dede Erika egészségügyi és szociális irodavezető helyettes. A pedagógusként szolgáló Rózsika néni még mindig aktív a mindennapokban, süt, főz, maga intézi dolgait, így az ünnepek közelettével pedig várja haza gyermekét, unokáit, dédunokáit. Ez nagy szó volt a jár. Vas Albertné Rózsika néni aktívan tölti napjait. Köszöntése alkalmából is sütemények, pogácsa, kávéüdítő kíséretében várta vendégeit. Jó napot kívánok! Köszönöm, nagyon sok volt a születésnapot kívánok, jó egészséget! Köszönöm szépen! Én Vas Albertné Rózsika néni vagyok, nagyon szépen köszönöm! Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesen. Van egy ajándékcsomag, hogy kedveskedjünk, hogy Szoboszlóváros önkormányzatának. Jaj, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, igazán kedvesen. Valamit szeretném átadni Hajdúszoboszlóváros polgármesterének a jó kívánságait. A jó Isten éltesse és áldja meg önöket a szolgálatunkba, mert én így mondom, a nem munka, szolgálat. Igen, a szolgálat. Az a nagyobb, az a többet érő és sokat jelentő. Hogy a Jóisten sokáig éltesse önöket ebben a munkában, a szolgálatban, hogy minél nagyobb legyen Hajdúszoboszlónak a híre,
és a szépsége, meg a szeretete, a békességet adja meg a Jóisten, én ezt kívánom. Én csak így tudok beszélni. Ezt tudom mondani. És nagyon örülök, amikor ott látom a templomban a polgármester urat is, meg a munkatársait is, mert számomra ez egy külön ajándék. Én jöttem a jeles napon, és hozom a csapatom, és az én jó kívánságaimat, és szívem minden melegével kívánom önnek, hogy nagyon-nagyon sokáig éljen, és mindazt érje még el, amit kíván családja körében, barátai körében. Tisztelgek ön előtt munkássága, a társadalomba végzett azon tanító szerepe, amit mi most learadhatunk, hiszen az ifjúság, hogy olyan munkásságot tudjon elérni, mint ön, csak példakép lehet. Kívánom én azt, hogy mindenkinek példakép legyen az ön élete, munkássága, és minden-minden szépet kívánjak még, hogy teljesüljön önnek és családjának. Köszönöm szépen. Isten éltesse még egyszer, és remélem 5 év múlva ugyanitt újra találkozunk. Istenem. És egy utolsó mondat, amikor így beléptünk és láttam, ahogy interjút ad. Az jutott eszembe, hogy éljen úgy, mint egy idős fa, ki a lombjával még mindig véd, gyümölcsével még mindig táplál. Isten éltesse. Köszönöm szépen, drágám. Ezt még mindenképp át szeretném Rózsika néninek nyújtani. Orbán Viktor miniszterelnök úr megtisztelő oklevelét egy jeles nap alkalmából, és természetesen minden jó kívánság. Köszönöm szépen. Aztán gyorsan előkerültek az emlékek, hiszen 90 év alatt sok jó, de sajnos meg annyi szomorúság is utolérte Rózsika nénit. A beszélgetés során kiderült, hogy bizony minden képkockára emlékszik az életére visszatekintve. Szolgálatát óvónőként kezdte, majd tanítóként folytatta. Ez is lett pályája csúcsa. Ebből a hivatásból vonult nyugdíjba, a ma már arany és gyémen diplomás pedagógus. Nagyon szerettem a szakmámat, nagyon szerettem a gyerekeket. Nekem nem volt rossz gyerek, csak pajkos és eleven. Úgyhogy én nagyon, akármit volt, huncutságot csináltak, meg beszéltük és elnéztem és szerettem. Férje Vas Albert lelkész volt, aki sajnos hamar egyedül hagyta, de még együtt érkeztek Hajdúszoboszlóra. Véglegesen 1973-ban vagyunk hajdúszoboszlóiak. 13 évig szolgált a férjem, én pedig a 4-es iskolába kerültem, ott tanítottam 1985-ig, 85-ben mentünk együtt nyugdíjba, augusztusba, mind a ketten, közben ezt a házat nagyfiammal együtt közösen építettük, aki 18 éve, hogy eltemettem a nagyobbik fiamat, és a férjem pedig egy fél évet élt itt, 85. március 3-án meghalt. Ő infarktusa volt már 37 éves korában, Berekfürdőn már volt az első szívinfarktusa, és aztán 3-szor volt, de már a 4-et nem bírta, úgyhogy ő beteg is volt, nehéz volt neki a szolgálat, de együtt voltunk, szolgáltunk, dolgoztunk, végeztük a munkánkat. Én a 4-es iskolába kerültem be, a Szatmáriné Pirike fogadott, és mondta, hogy Rózsika, csináld úgy a munkádat, ahogy Berekfürdőn, mert olyan elbocsátó levéllel jöttél, hogy ne törődj vele, hogy mit mondanak, akkor jött be az új matematikai oktatás, és hát itt nem foglalkoztak vele, hogy na csináljam én meg úgy, ahogy csináltam, és
és első-második osztályt az énektagozaton kis felmenő rendszerbe végeztem. Hála a jó Istennek, annak ellenére, hogy tudták, hogy lelkészhez megyek, vagy lelkészhez mentem, férhez feleség voltam, én tudtam a kötelességemet, meghatározta az életemet, mert a sok-sok fájdalom és után meg nagyon nehéz volt, mikor a férjem elment. A két fiam volt, Tamás meg Albert. Albert, ő az atomkutatóba dolgozott, magfizikus volt, és sajnos hát aztán őt, neki volt egy csonttumor betegsége, és az elvitte, ő neki két családja van, azok kint maradtak, mert Németországba hívták ki ösztöndíjjal, és hát ott kellett, nem jött haza, ott kellett, hogy eltemessük, a fiai is ott maradtak. Ővelük tartom a kapcsolatot, úgyhogy hát így ő neki van négy, a nagyobbik unokámnak négy családja, és ő is dolgozik, vagy tanult és dolgozik az egyetemen, akkor a másik fiam, a kisebbik unokám, az abból a családból, az is ott maradt kint, annál két család van, az egyik Albert Greifswaldba él, Tamás vagy Ádám pedig Darmstadtba. De évenként jönnek hozzám látogatni, levelezéssel, telefoni kapcsolati összeköttetésünk megvan. Szerettem a gyerekeket, voltak nagyosztály, Taján is tanítottam azt az úgynevezett Nyelnyikov módszert, ahol négy osztály volt egyben. Bár családja külföldön él, évente egyszer találkoznak. Rózsika néni mégis egy roppant mosolygós, jókedélyű, valóban aktív személyiség. Szóval volt jó is, volt szép is. Mégis mivel telnek a nyugdíjas évek ezen kívül? Mert hát elég régóta tart már a nyugdíj. Hát igen. Én még a nyugdíj után házhoz jártam, hívtak korrepetálni, és 5 évig jártam. Hát nem 5 évig, mert közben még a Rácz ügyvédétnél voltam. Béti, vagy babát, hogy mondjam, babysitter, azt toligáltam a városba, azt hitték az én unokám, nem az én unokám, 3 évig voltam náluk. Ők itt laktak a szomszédba, hogy ne járkáljak a lépcsőházakba, és közelebb van, hát ezt megcsináltam, úgyhogy azt is végeztem, szerettem a gyereket, aranyos volt, de azt mondtam, még egyszer ilyet nem vállalnák. Igen, úgyhogy itt is hála jó Istennek a jó szomszédok, azt jelenti, hogy szeretet vesz körül. Szerettem a gyerekeket, nagyon szerettem a munkámat, családot látogattam, örömmel végeztem a munkámat, és ez volt a kislánykori vágyam, hogy én pedagógus lehessek. Köszönöm szépen, Rózsika néni. Tessék parancsolni, édes. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében közel 200 gyereket leptek meg a Mikulással és Manójával, akik csomagokat és tartós élelmiszert is szétosztottak a meghívottak között. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, a játékok után pedig megérkezett a várva várt nagyszakállú is, akit a kicsik kitörő örömmel fogadtak. Rengeteg gyerek várta a Mikulást a Bocskai rendezvényközpontban. A legkisebbek egyre izgatottabbak voltak az idő teltével. Karácsonyfa is várta őket, valamint tartós élelmiszercsomag, és a Mikulás sem jött üres kézzel. A rendezvényen bíró Anita, az 5-ös körzet képviselője köszöntötte a megjelenteket. A Hajdúszóvárosi Önkormányzata számára nagyon fontos, hogy együttműködjön a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy részt vehetünk és részesei lehetünk ennek a rendezvénynek. Az külön öröm, hogy nem is csak feltétlenül az önkormányzatnak, hanem magának a télapónak is tudtunk segíteni, hiszen adtunk neki egy kis segítséget a háttérből ahhoz, hogy ezt a ma este kiosztásra kerülő 175 darab Mikulás csomagot össze tudja számotokra állítani. Közel 200 Mikulás csomagot és 60 tartós élelmiszer csomagot állítottak össze. A zsúfolásig telt Bocskai rendezvényközpont programját hosszasan tervezték azért, hogy a kicsik maradandó élményekkel gazdagodjanak. Nagyon nagy örömmel telt el, hogy ilyen körül összefogás van, erre még példa nem volt itt Hajdúszoboszló Roma Önkormányzat nevében.
Ennek a célja, hogy minél jobban ezt tudjuk fogni a roma társadalmat a Hajdúszoboszlón, és hogy minél több örömet tudjunk most okozni ez a rendezvényünkkel is a gyerekeknek. Ez sikerült. A gyerekek kitörő örömmel fogadták a Mikulás manóját, aki játékra hívta őket. Ellátogattak játékországba, meseországba, miközben mozogtak és élményekkel gazdagodtak. A télapó mindenkinek készült Mikulás csomaggal, amit a kicsik örömmel bontogattak. A szervezők pedig további ajándékokkal készültek, ugyanis a családok számára élelmiszercsomagokat állítottak össze. Hajdúszoboszlói önkormányzat támogatásával valósult meg ez a rendezvény. 175 gyermeknek adunk Mikulás csomagot, ezen felül még a Nemzeti Roma Összefogás szervezete támogat 60 hátrányos helyzetű családot élelmiszercsomaggal. Milyen programok várhatók most itt? Ugye mondtad előzőleg, hogy lesznek manók, jön Mikulás, mikkel kedveskedtek most itt a gyerekeknek? Igen, lesz télapunk, lesz manónk, aktívan fogunk foglalkozni a gyerekekkel, tehát játszani fognak, műsort fognak előadni, és a Mikulás természetesen kihozza a Mikulás csomagot. A program igazán jól sikerült, a gyerekek lelkesek voltak, a manó segítségével pedig a térképen egyre előrébb meneteltek a képzeletbeli országokon át, míg eljutottak a Mikulásig, akit már nagyon vártak. A szervezők igyekeztek minél inkább megkönnyíteni a családok helyzetét és mindennapjait, ennek része volt az élelmiszeradomány is. Tehát akkor a programnak a része az adományosztás is. Ugye itt látható, hogy rengeteg adományt gyűjtöttetek össze. Mi található egy-egy csomagban? Igen. Hát egy csomagban található egy citromlé, egy vaj, egy liter olaj, két csomag tészta, tea, egy kiló rizs, meg két csomag liszt, és egy baromfirud. Tehát ezzel tudunk kedveskedni a hátrányos helyzetű szülőknek. Tehát ebből 60 csomagban, 60 családnak tudjuk ezt adni. A közel 200 gyereknek és családjuknak sikerült igazán felejthetetlenné, és egy kicsit könnyebbé tenni az idei Mikulást. Egyre közelebb kerülünk a Szentestéhez. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre több gyertya ég már az adventi koszorún. Vasárnap a másodikat gyújtották meg a szokásoshoz híven meghitt hangulatban, zenével, versekkel, az érdeklődőkkel együtt ünnepelve. A második adventi gyertyalángja is fellobbant vasárnap. Ebből az alkalomból Cető Norbert, református lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, aki először egy igét olvasott fel. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Ezen gondolkodtam el, hiszen az adventi időszaka az ajándékozásban is teljes, és én magam is egy napot töltöttem azzal, hogy mindenkinek megfelelő ajándékot vásároljak, szeretteimnek, családtagjaimnak, de valahol úgy érzem, hogy már így a családunk kezd kifáradni ebben az ajándékozási hullámban. És egyre inkább afelé megyünk, hogy próbáljunk meg minőségi időt együtt tölteni, a lelki dolgokra jobban figyelni, mert a kézzelfogható ajándékok folyamatos, túllicitáló verseny előbb-utóbb fárasztóvá válik, míg a lélek is bele tud keseredni, hogy éppen mikor, milyen ajándékot és kinek vegyünk, és milyen értékben érezzük, hogy ez egy nehéz dolog, sokszor megterhelő dolog. Az Isten igéje azonban kijózanít szeretettel, mert beszél arról, hogy van jó és van tökéletes ajándék, viszont ennek a természete az, hogy felülről száll alá, tehát köze van a mennyei édesatyánkhoz. Milyen a jó ajándék? Olyan, amelyik a mennyei atya jellemvonásait hordja magán, a szeretetet, a tisztességet, az odafigyelést, a megbecsülést, a hitet, a reménységet. És én hiszem, hogy lehet ilyen ajándékokat is adni egymásnak. Egy kis odafigyelést, megbocsátást, minőségi időt, szívből jövő szót, hálát, köszönetet, és törekedjünk erre, mert van olyan ajándék, ami pedig nem égi ajándék, hanem földi, és a földi ajándékok sokszor tönkre tudnak tenni dolgokat. Ezt követően a baptista és adventista egyház tagjaival együtt énekelhettek a jelenlévők. Szeretet, mint Isten, erőt ad neked neki, a bár karácsonyi jelén, legyen minden karácsony, szívemből lesz kívánok. Szeretet, mint Isten, erőt ad neked neki, a bár karácsonyi jelén.
Restás László lelkipásztor a következő gondolatokat osztotta meg a közönséggel, aki beszédében kiemelte, miért fontos az, hogy együtt legyünk az ünnepeken. Ne hagyjunk ilyenkor sem senkit sem egyedül. Gyűjjenek össze a családok. Látogassuk meg egymást az ünnepekkor. Fogjuk meg egymás kezét, öleljük meg egymást, hívjuk fel egymást telefonon. Ápoljuk azt a szeretetet, amelyet Isten ültetett a mi szívünkbe. Hogy legyen a családunk is egy közösség örökre mindenkor. Baráti közösség. Baráti közösség, mert barátok találkoznak ekkor, köszöntik egymást. És végül az embernek és az Istennek a közössége. Milyen különleges dolog, nem? Annyiszor elgondolkodtam már azon, hogy Isten fia milyen módon lejöhetett volna, nem? A mennyből. Lejöhetett volna a csodálatos ruhában, lejöhetett volna a teljes dicsőségben, megmutathatta volna magát az egész világnak, és azt mondta volna, itt vagyok, lássátok, én vagyok az Isten fia. De ő emberré lett, érettünk. Egy védtelen csecsemő született a földre. Rábízta magát emberi kezekre. Így kezdődött a mi megváltás történetünk. Szigetét, legyen minden nap karácsony, szívemből ezt kívánom. Szeretet, hit és remény, erőt ad neked napény, de a várt karácsony éjjel én. Legyen minden nap karácsony, erőt ad neked, ne félj, csak a várt karácsony éjjel én. Maradjanak velünk adásunk további részében, ugyanis magazinunkban a második adventi gyertyagyújtást teljes terjedelmében megtekinthetik. Következő percekben tekintsék meg sporthíreinket, melyből megtudhatják, hogyan szerepeltek az úszók Békés Csabán, és hogyan szerepelt Svitacs Alexa a legutóbbi versenyén. A hajdúszoboszlói Árpád Ese úszóinak eredményét ismertetjük a Békés Csabán megrendezett nemzetközi Mikulás úszóversenyről. A versenyen 14 csapat 200 fiatal úszója mérte össze tudását, délelőtt a nagyobbak, míg délután a legfiatalabbak versenyeztek az 50 méteres távokon. 9 fős csapat minden versenyszámban indult és remek egyéni eredményekkel szerepelt. 3 úszó is ezen a versenyen kezdte el pályafutását a versenysportban, és szép eredményekkel debütáltak. Tóth Marcell 50 méteres melúszásban a második helyen végzett, és minden versenyszámában betegség után is remek új egyéni csúcsokat úszott. A legfiatalabb versenyző Barta Levente élete első versenyén igencsak meglepte a mezőnyt az 50 méteres melúszás megnyerésével. Balázs Éva bronzérmes lett, aki a 4 versenyszámából 3-szor is a dobogó 3. fokára állhatott, 50 méter mellem, 50 méter háton és 50 méter gyorson. A 4. bronzérmét a váltó csapat tagjaként szerezte.
A 4x50 méteres mix gyorsváltóban a 2010-ben született fiatalok nagy hajrával az előkelő harmadik helyen végeztek. A váltó tagjai Szatmári Emma, Kanizsai Botond, Puskás Bendegúz és Balázs Éva. A hétvégén rendezték meg a para országos bajnokságot a BVSC Zugló csarnokban. Szvitacs Alexa magyar bajnok egyéniben, párosban pedig Bicsák Bettivel ezüstérmet sikerült nyerniük. Ezúton is gratulálunk! Mint azt megszokhatták, két hetente jövünk a legfrissebb rendőrségi hírekkel. Így lesz ez most is. A következő percekben Karácsony Béla százados szóvivő foglalt össze, mi történt az elmúlt 14 napban. December 6-án 12 óra 30 perc körül időben Hajdúszoboszló Szilfákalja utcán történt a nyelvi káros baleset. A baleset körülményéről annyit lehet tudni, hogy egy személygép kocsi közlekedett a Szilfákalja utcán, a haladása során nem tartott megfelelő sebességet, nem az út viszonylag megfelelően választotta meg a járműve sebességét, és ezért az előtte lassító járműnek hátulról nekiütközött. Ebben a balesetben szerencsére senki nem sérült, mert csak anyagi kár keletkezett. December 6-án 12 óra 30 perc körüli időben a Hajdúszoboszló Hőforrás utcán az út mellett kialakított parkolóhelyen várakozott egy személygépkocsi. Járművezetője beült a járműbe, majd a parkolóhelyről kihajtott, eközben nem tanúsított kellő körültekintést a forgalomba való bekapcsolódás során, és összeütközött egy ott szabályosan közlekedő gépkocsival. Szerencsére ebben a balesetben is csak anyagi kár keletkezett. December 6-án 16 óra 30 perc körül időben egy helyi lakos közlekedett motorkerékpáren fennülve Hajdúszoboszlón Hadi Endre utcán. Haladása során elkerülte a figyelmét, nem vette észre az út mellett szabályosan várakozó gépkocsit, és annak hátulról nekiütközött. Ebben balesetben a motorkerékpáros nyolcvon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, őt a mentőkórházba szállították. December 6-án 23 óra 30 perc körül időben munkatársaim elnőzés céljában megállítottak egy Hajdúszoboszló Hőforrás utcán közlekedő személygépkocsit. A vezetőjével szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért őt a Hajdúszoboszló rendőrkapitányságra további mintavétel céljából előállították. A lakosság segítségét szeretném kérni abban azzal a bűncselekménnyel kapcsolatban, amely december 5-én éjszaka történt. Hajdúszoboszló Hősök terén lévő egyik bérházba hatoltak be ismertelen elkövetők, és az ott lezárt állapotban lévő kerékpárt eltolították. Aki a bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen információ rendelkezik, azt kérjük, hogy jelentkezzen a Hajdúszoboszló rendőrkapitányságon. A kerékpárra vonatkozóan annyi információ áll rendelkezésre, hogy egy fehér színű kerékpár volt, fekete színű kosárra volt ellátva, illetve sárvédő volt felszerelve a kerékpárra. Amennyiben a kerékpár hollétéről, a bűncselekmény körülményéről rendelkeznek információval, tegyenek bejelentést a rendőrkapitányságon, bejelentéseket munkaidőben megtehetik reggel 8 óra és délután 15 óra között. A bejelentőre vonatkozó adatokat minden esetben a rendőrség bizalmasan kezeli. Az évvégi ünnepekkel kapcsolatban megnő a bevásárlóközpontok, illetve a belváros forgalma. Mindenki ugye a készül a karácsonyi ünnepekre, hozzátartozóinak próbál ugye valamiféle fajta meglepetéssel szolgálni. Erre az ünnepekre készülnek sajnos a rossz szándékú emberek is, ezért nem árt ebben az időszakban is fokozott körültekintést és óvatosságot tanúsítani mind a közlekedésben, mind pedig a bevásárlás során. Tehát ha elindulunk bevásárló körútra, elindulunk bevásárolni, akkor és gépkocsival tesszük azt, akkor a gépkocsiban lehetőleg olyan helyen álljunk meg, ahol szabályos az a parkolás. Gépkocsi ajtajait zárjuk be, ne hagyjuk nyitva, ne hagyjunk a gépkocsiban látható helyen érték tárgyakat, mert ezek felkeltetik esetleg a bámészkodók figyelmét, illetve át a rossz szándékú emberek figyelmét, és esetleg bűncselekményt követhetnek el erre a bent lévő értékekre. Vonatkozóan, hogyha
az áruházakban sétálunk, illetve zsúfolt helyeken közlekedünk, akkor fokozottan figyeljünk az értéktárgyainkra, készpénzre, pénztárcára, bankkártyára, mobiltelefonokra gondolok elsősorban. Azokat lehetőleg belső zsebben tároljuk, vagy a táska aljában táskát cipzározzuk be, ne hagyjuk egy percet sem őrizet nélkül, és a figyelmünk ne tudják elterelni. Sajnos az elmúlt időszakban történt olyan bűncselekmény is, amikor bankkártyát használtunk a készpénzfelvételhez. Figyeljünk oda akkor, amikor a bankkártyával ugye az ATM-hez oda megyünk, hogy ne hagyjuk benne a bankkártyánkat, illetve a kiadott készpénzt is fokozott körültekintéssel, óvatossággal tegyük azt a lehető legbiztonságosabb helyre. Ezzel hírhozunk végére értünk. Maradjanak velünk adásunk további részében, és ugyanis magazinunkban megmutatjuk a második adventi gyertyagyújtást.